Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kinyílik egy égi kapu március 17-én. Mit jelent ez számunkra? Ez egy finom energia mező, és ennek van gyógyító hatása, azon kívül elkísér bennünket egy spirituális úton. Mi használhatjuk ezt az energiát, és ezért tartok ezen a napon, tehát 17-én egy szertartást. Megvan arra a lehetőség, hogy jelentkezz erre a szertartásra, ami este 11 órakor indul, és mint egy ilyen energiai egyensúly a díjam 4000 forint. Mindig ezeknél a napoknál van egy szimbolikus kép, és ez leírja a témát, tehát erről a témáról van szó. Ezúttal a tükör, a szimbolikus kép és egy kard. A tükör jelentheti azt, hogy belenézel a tükörbe, valamit szeretnél változtatni a külsődön, egy új frizura, vagy egy új ruha számodra, élni akarod a nőiességedet, tetszeni akarsz másoknak, de a tükörnek van más jelentése is, hiszen most tükröződik számodra valami. Amit a kard jelent, vedd kezedbe szimbolikusan ezt a kardot, és vágd el mindazt, ami számodra olyan, mint egy fátyol, hiszen valami átláthatatlan. Az a fontos, hogy észrevegyél bizonyos dolgokat, hogy kiderüljön az igazság, hogy tudj tisztázni valamit az életben, de a karddal előtte még le kell zárni valamit. Tehát ez a fontos téma most ennél a március 17-én ennél a portál kapunál, ennél az energiánál, és erről van szó a szertartásban is, hogy legyen egy új irány, egy új kezdet, hogy tisztán láss bizonyos dolgokat, hogy okos döntéseket tudj hozni, amit később nem fogsz megbánni. És ami még fontos, hogy ezen a napon, tehát 17-én lesz egy Merkur nap konjunkció. És az azt jelenti, hogy találkoznak és együtt hatnak. A nap, ugyanúgy, ahogy a téma, ennél a március 17-énél a nap meg fog világítani valami. Tehát kitisztul valami, megvan erre a lehetőség, és Merkur jelenti a cselekvéseket, vagy a kommunikációt, hogy itt lehet most majd tisztázni valamit, vagy kiderül az igazság, vagy tisztán látod a dolgokat, okos döntéseket fogsz hozni. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!